Musical-lel várták vendégeiket szombat este az egyik zalakarosi hotelben. A dzsungelkönyve előadás egyik különlegessége volt, hogy a szerepek többségét gyerekek és kamaszok alakították. Az 1996-os ősbemutató óta mintegy 1200 alkalommal állították színpadra a dzsungelkönyvét országszerte. Zsigmond Lala és Ének stúdiója a pandémiát követően kezdte el feldolgozni a darab rövidített verzióját. A stúdióvezető szerint különleges érzés gyerekekkel dolgozni, éppen emiatt igyekszik kellő autonómiát hagyni a fiatal színészeknek a szerepek megformálásához. Szeretik játszani, és ők szívvel lélekkel csinálják, tehát nem az van, amit mi ketten megmondunk nekik, hogy most akkor ez és így, hanem egy kicsit hagyjuk őket kibontakozni, hogy ők mit gondolnak erről az egészről, és meg szerintem a dalok is viszik őket annyira, hogy kell egy kicsit instruálni őket, de igazából 100%-ban a gyerekek vannak benne. A szereplők fiatal koruk ellenére már több éves színpadi tapasztalattal rendelkeznek. Vadócz Máté 11 évesen kapta meg a főgonosz Sirkán szerepét. Az ifjú színészre nagy hatással voltak a dalok, és különösen élvezi, hogy az előadások során egy negatív karakter bőrébe bújhat. Én játszom Sirkán szerepét, és hát a Laláék megkerestek, hogy szeretnék-e csatlakozni hozzájuk ugye az Ének stúdióhoz, és mondtuk, hogy nagyon szívesen, és bekerültem ebbe a darabba is, meg még rengeteg másikba. Az Ének stúdió tehetségei augusztus közepén ismét fellépnek a hotelben, akkor egy Disney musical válogatást mutatnak be az érdeklődőknek.